az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Törökország hátat fordít a nyugatnak és csatlakozhat a globális dél elit klubjához a BRICS csoporthoz. De hogyan végződhet majd a két világrend összecsapása? A mai adásban elsőként erre keressük a választ. Majd arról beszélgetünk, hogy Volodymyr Zelenszky elnök győzelmi tervel közeledne a háború végéhez. De vajon hogyan jöhetne létre az igazságos béke? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Schmidt Mária, aki szerint Törökország a győztes oldalra akar csatlakozni, úgy, hogy megmarad a NATO tagjának. A kérdés, hogy a kettősség meddig maradhat fenn. A török társadalom egyszerre nyugatias és keleties, ezt már Hegyi Gyula mondja. A stúdióba várjuk el Simon aki azt gondolja, hogy Törökország évtizedek óta előszobázik az Uniónál, mindeközben Erdogán fontos gesztusokat tett. És itt lesz velünk Fodor Gábor, aki úgy véli, hogy Törökország sosem volt a nyugat része, közvetítő szerepet szeretne játszani. Most itt kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk, vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Vezető hír, Törökország állítólag hátat fordít a nyugatnak, lévén, hogy beadta csatlakozását, és ezt megerősít, meg is erősítette a török külügyminisztérium, nem csak az oroszok mondták, a BRICS-hez. Ez valóban hátfordítás, vagy pedig Törökország megpróbálja az őt megillető helyet elfogalni kelet és nyugat között, Mária? Hát szerintem ez utóbbi. Egyrészt lehet, hogy picit megunta ezt a több évtizedes előszobáztatást, amit az Unióba rámértek, és nem gondolja már, hogy ebből lesz valamilyen uniós csatlakozás még így a, ebben a században. Ez lehet az egyik ok. A másikok ok pedig az, hogy látja azt, hogy a világ milyen irányba fejlődik, és inkább a győztes oldalra akar csatlakozni, amellett, hogy hát megmarad a NATO tagjának és az amerikai Egyesült Államok után a második legfontosabb tagja a NATO-nak továbbra is Törökország marad. Hogy aztán ez a kettősség meddig maradhat fenn, az a jövő kérdése, de nyilvánvaló, hogy Törökország egyrészt az utóbbi év években, évtizedben egyre öntudatosabbá vált, egyre jobban a tudatában van annak a stratégiai helynek, amit ő elfoglal, és annak a megnövekedett gazdasági és politikai hatalomnak, amit az Erdogán korszak jelentett Törökország számára. Gyula? Hát tulajdonképpen összem száz éve, amióta Török köztársaság létezik a világi laikus Törökország. Törökország igazából mindig is semleges akart lenni, ugye a második világháborúban semleges volt, és nagyon sokat uh, profitált is belőle, hogy egyfajta hidat képezett a különböző hatalmak között. 1952-ben talán a hidegháború legvadabb éveibe került be a nato -ba. egyébként nem a Atatürk Pák, hanem annak az ellenzéke, jobboldali ellenzéke által, de sohasem volt oly mértékben, hogy mondjuk ilyen hidegháborús partner az Egyesült Államoknak, igyekezett Oroszországgal, szomszédaival normális kapcsolatot építeni. A Boszporuson ma is él az a fajta Montrói egyezmény, hogy a külföldi hadihajók csak egy bizonyos időre mehetnek be a földközi tengerre. Ilyen értelemben tehát az, hogy ő semlegességét vagy, vagy el nem kötelezettségét próbálja erősíteni a Brixáltal, ez egy normális, vagy hát egy hosszú folyamatnak a része, amit Mária mondott teljesen igazam, van a, a török népben, amióta megszűnt birodalom lenni, a ottomán otomán birodalom, az ott a függetlenség egy nagyon nagy érték. Máshova nem szoktak bevonulni, a ciprus talán egy külön példa, de a saját területükön az önállóságnak, a szuverenitásnak egy nagyon fontos őzői, és nem csak a Erdogan párt, hanem az ottani patrióta baloldal is meglehetősen, meglehetősen török barát, török erőknek jellemzik őket, és végül pedig hát a BRICS, Lassan elmondható, hogy a GDP-ben nagyobb aránya van, mint az Európai Uniónak, vagy a nyugati országoknak. Ilyen értelemben gazdaságilag is egy jó választás. Még annyit nem akarom föltartani, tehát kedves kollégákat, én az Európai Tanácsba, Európa Tanácsban, aztán az Európai Parlamentben, vagy uniós bőrkölteként dolgoztam törökökkel, elég sok török, török ember. Mindig az volt, hogy bennük volt egy nyitottság európaiánt és sajnos a nyugati kollégák sokszor úgy lekez, ugyanúgy, ahogy minket, ugyanúgy, ahogy minket lekezeltek, a törököket is lekezelték valami fajta vélt fölény alapján, és hát ennek a fölénynek egyre kisebb az alapja, és a török nép hihetetlenül sok a fiatal, nagyon nagy a demográfiai többlet az országnak, szembe keletről vagy Európával. Azt gondolom, hogy Törökországnak nagy jövője van, és hogy talán meg is értem, szomorúan megértem, hogy nem csak a nyugat között akarja leélni ezt a jövőjét? Hát egy büszke nép, ez kétségtelen. Hátszik? Szerintem egyébként nem is ismerik a törököket, vagy olyan benyomásik vannak a törökökről, amelyek alapvetően nem az országnak a mindennapjaihoz, az gazdasági potenciájához, kultúrájához, történelméhez és a jelenlegi politikai. Mondjuk, hogy irányához kötődik, hanem mondjuk a németeknél a több generáció levő török vendégmunkásokkal kapcsolatos negatív tapasztalatok is benne lehetnek, abban, hogy lebecsülik őket. Szerintem rendkívül alaptalanul, aki járt már Isztambulban, és látta, hogy mi van abban a városban, aki csak egyszerűen a, a repülőtéri átszállását az isztambuli repülőtéren intézte, vagy aki végigjárja a török tengerpartot, esetlegesen elmegy Ankorába, megnézi azt a hihetetlen gazdasági fejlődést, amely ott létrejött, azt az ipari potenciál növekedést, amely a gépgyártástól elkezdve az élelmiszerét pedig mindenben tetten érhető, akkor azt látja, hogy ez egy sok szempontból nagyon is, hogy a nyugattal szinkronban fejlődő, vagy bizonyos szempontból nyugatot le is előző ország, amelyben azzal együtt, hogy van egyfajta az atatürki gondolathoz képest visszatérés, vagy visszalépés a, az Erdogánál, bár ez sokszor a kommunikáció szintjén megreked, és az, annál tovább nem mennek, azért ezzel együtt is azt lehet mondani, hogy, hogy a, a Törökország sok más országhoz hasonlóan tulajdonképpen miért tovább az Európai tagságra. Most egyetértek azzal, amit Mari mondott, mert az fölháborító lehet török szempontból, hogy ők évtizedek óta előszobáznak az Európai Nónál. Öt, ha jól emlékszem, 18 vagy nem is tudom mikor, de jó pár évvel ezelőtt be is fagyasztották az uniós Csatlakozási tárgyalást, mindeközben Erdogan nagyon fontos gesztusokat tett, mert amikor volt a 15-ben induló migráns válság, akkor mégiscsak megállította a szírmenekülteket, és ezért cserébe tulajdonképpen még csak gesztusokat sem kapott. Illetve üres ígéreteket. Illetve az, pontosan amit... üres ígéreteket, amiket a németektől, amelyeket aztán végül nem tartottak be. Mindeközben pedig Ukrajnában úgy tűnik, hogy semmilyen feltételek nem kell megfelelni, és mégiscsak csatlakozhatnak majd az Unióhoz, vagy legalábbis ezek a politikai politikai mondások. Én biztos vagyok benne, hogy ebből elegük lett a törököknek, tehát én is így látom. De szerintem nem csak a, önmagában a török szándékot érdemes nézni, hanem ott a térségbe kicsit jobban odafigyelni a dolgokra. Mert egyébként van valami, ami, ami különösen érdekessé teszi azt a keleti nyitás amely nem csak a távol keletre, hanem ennek a térségnek a gazdasági és politikai folyamatra is fókuszált, mármint a magyar kormánynak a keleti politikáját. Ugye a BRICS-be az is a felvételét Bizony. kéri. Az az Azerbajdzsán, amelynek már amikor én gyerek voltam is a bakói gázmezőkről tanultunk földrajzórán, órán, és amelynek ezek a bakói gázmezői nem akarnak kimerülni az Istennek sem. A kaspi tengeren a, a, az egyik legnagyobb befolyással gazdasági szempontból ők rendelkeznek. Én voltam Bakuban, te is én nem olyan is régen éve. voltál Bakúban, még mondtam is főigazgató azt mondanak, hogy ha tud, akkor mennyire el, mennyi el nézze meg a, a Bakói Szőnyegmúzeumot, mert a világ egyik legnagyszerűbb szőnyegmúzeuma ott van. Tehát ha valaki elmegy Bakóba, akkor azt látja, hogy megszabadultak a terhes szovjet múltól, nem csak uh, uh, politikai értelemben, abban az értelemben is, hogy az a város teljesen új, új arcot kapott, Szerencsések voltak, megmaradt a régi város, gyönyörű belvárosa van, fantasztikus, történelmi városmag. Körülötte lebontották a szocializmus rémséges épületének egy jelentős részét, és egy ultrahipermodern várost építettek, de nem olyan észszerűtlenül, vagy olyan elhamarkodottan, mint mondjuk ezt Asztanában tették a kazakok, meg lehet még Nekem más városokat hozni. Nekem is tetszett, jó volt egyébként száma is elutazni, de az látszik, hogy hihetetlen dinamika van Azerbajcsánban, és hihetetlen nagy gazdasági potenciál van, és egyébként pedig rend, biztonság, tisztaság, ö, ö, szabadság, az emberek nem azt élik meg, amit a nyugat látni akar erről. Egy rendkívül szép élhető város ö, szerintem, szerintem Baku. Nyilvánvalóan a vidéki, szegényebb részek azok máshogy néznek ki. Nyilván van örmény Azeri viszonylatban sok mindenről lehetne le vitatkozni, beszélgetni, de de tény és való, hogy ezek az országok, ha nem találják meg a kapcsolatot az Unió fele, akkor keresnek más irányba, keresgélnek más irányba, és hát ahogy mondtad, Gyula, eszement a növekedés a, a BRICS országok esetében, amiben ugye Kína, India, Brazília, Dél-Afrika Dél és Oroszország teljesítménye is ott van. Persze kicsit az embernek úgy kérdései vannak, hogy jó, hát akkor Irán is bekerült, meg nem tudom mi, és de ott van Egyiptom, feltörekvő ország. Hát azért, a, azért meg, meg az Egyesült Arab is ott És van. azért Irán is elég súlyos ország abban a téren. Valódi nagyhatalom. Is, Persze, és hát szintén a kaspi tenger partján óriási nagy potenciára rendelkezik. Csak hát hogy itt ugye azt a fajta politikai uh, berendezkedést, amelyet azért Azerbajdzsán magáinak mondhat meg bizonyos szempontból a Törökország, és azért az irára nem jellemző. Gábor? Igen, szóval én visszakanyarodnék a te kérdésedhez, István, méghozzá, ugye, amit felvetettél, ugye abban a szerepet, hogy akkor most mi van a törökökkel, hátat fordítanak a nyugatnak. Hát én azzal kezdeném, hogy nem is voltak a nyugat részei sohasem, ahogy itt beszéltünk erről, tehát a törökök ők azért mindig egy olyan önálló pozícióra törekedtek, ami a nyugattal való jó kapcsolatot jelentette, és természetes ugye, hogy a NATO részeként nagyon erősen kapcsolódnak a nyugati világhoz, na, de hát azért mégiscsak egy más kultúra, ezt azért ne felejtjük el. Amikor az Európai Uniós tagságról is beszélünk, akkor azért érdemes ugye azt is leszögezni, és ezért egyébként Törökország szerintem egy nagyon fontos ország, hogy azért ugye az egyetlen muzulmán ország, amely, amely demokrácia, vagy stabil demokrácia, ugye most már Indonézia is ugye némileg kezd felzárkozni. Ehhez a Törökországnak sokkal komolyabb demokratikus hagyományai vannak, tehát ezt nem szabad elfelejteni. Az egyetlen a muzulmán világban, tehát ez nagyon sokat jelent. Ezért nagyon lényeges szerintem az egész világ számára, és a nyugati világ, tehát Európa és az egész nyugati civilizáció számára is, hogy Törökországban mi van, de a törökök mindig tartottak távolságot. Tehát ahogy itt hivatkoztatok rá, hogy a Gyula is hivatkozott rá, mindig tartottak egy távolságot, tehát ők azért egy önálló entitás voltak mindig ebben a térségben. Nagyon jó, hogy NATO tagok szerintem, én is azt gondolom, hogy baj, hogy ilyen régóta húzódik az Európai Uniós csatlakozás kérdése, de azért itt is tegyük hozzá... A tisztességkedvérhez azért nem egyáltalán olyan egyszerű dolog Törökország és az Európai Uniónak a csatlakozása. Ugye itt, itt ment mindenki ugye fogta fejét, hogy jaj, mi lesz Ukrajnával, hogyha esetleg Ukrajna oda kerül. Hát Törökország sokkal nagyobb dió az Európai Unió számára, nem csak kulturális problémák miatt, tehát nem csak a muzulmán kultúra miatt, jog, jogrendszer és egyéb problémák miatt nagyon komoly ö, különbségek vannak és nagyon komoly gondok vannak munkaerő probléma miatt is, óriási, ugye a Lacit hivatkozott rá még annó, hogy a Németországnak a tapasztalataira a török vendégmunkásokkal kapcsolatban, szóval ezer probléma van Törökország és a, az Európai Unió potenciális együttműködése kapcsán, de ezzel együtt én is azt gondolom, hogy nem jó, hogy ilyen régóta előszobáztatják Törökországot, de Törökország, még egyszer hangsúlyoznám, ő soha nem is akart, és most sem akar ilyen értemben klasszikusan a nyugat részelni. Amit akar Törökország, azt látjuk is jelen pillanatban, egyfajta közvetítő szerepet akar eljátszani. Most Törökország a maga nagyhatalmi státusza miatt ezt meg tudja csinálni, hozzátenem. Tehát miközben szállítja gőzerővel a drónokat Ukrajnának, és bejelenti Erdogán, hogy természetesen a krím az Ukrajna része, Közben a másik oldalról az oroszokkal is persze igyekeznek tárgyalni, és igyekeznek valamiféle kapcsolatot fenntartani. Tehát a törökök hagyományosan, tradicionálisan ezt a pozíciót foglalják el. Na most a BRICS-ről pedig, ugye, a feltörekvő országokról, ahová a törökök is tartoznak. <kül> Azért hadd jegyezzem meg, hogy ugye. Mari temetteit elsőnek a nyugatot e tekintetben. Én ettől azért óvnálak benneteket, tehát ez, én ezt egy természetes folyamatnak tartom, hogy ezek az országok feltörekvő országok, és természetes, hogy fejlődnek, ez a jó. Szerintem mindenkinek ez a jó, hozzátenem nem csak nekik, hanem nekünk is, az egész világnak ez a jó, hogy ezek az országok, India, Kína, ugye, hogy két jelentős országot mondjak ebből, megjegyzem persze a, a azért ez is mutatja a sajátosságát, hogy két olyan országról beszélünk, amely pár évtizeddel még háborúban állt egymással, vagy legalábbis fegyveres konfliktusuk volt egymással, nagyon komoly. Szóval a zárójel bezárva. Hát ez a két ország a nyomorból és az éhezésből érkezik. Kína is, ne felejtsük el, most már eljutottak oda, hogy közepesen fejlett országok között tartjuk őket számon, ugye az egyfőre eső GDP-ben, miközben Magyarország már a fejlett országok közé tartozik. Tehát azért a nyugatot nem érdemes temetni. Én azt gondolom, megváltozott a helyzete. Megváltozott a helyzete, de ugyanúgy meghatározó és meghatározó is lesz az elkövetkezendő időben, de más módon, mint volt 50 évvel ezelőtt, ez természetes, azt gondolom. Tehát a BRICS országok, az, hogy mi lesz velük, milyen szó lesz e együttműködés, lesz-e politikai együttműködés vagy sem. Ezek azért nagy kérdőjeleket jelentenek. Lásd Argentína esete, amelyik ugye például közeledett oda, majd jött egy új elnök, és azonnal azt mondta, hogy föl sem erülhet, hogy természetesen ők egy ilyen közösséghez tartozzanak. Na szóval, hogy ez, én azt gondolom, hogy ezek, ezek mind-mind kérdőjelesek a jövőt tekintve. Két dolgot szeretnék mondani, az egyikben azért csak vitatkoznék veled. A török társadalom, a török társadalom egyszer nyugatos és Kicsit hasonlóan az oroszhoz. Kicsit egyszerűen nyugatos és keleties. És azért Kelet-Európában is vannak olyan népek, amelynek a vidéki, falusi lakossága ugyanolyan messzáll az általunk vet nyugat-európai életformától, mint... Románia, Kárpátok. Románia, területei. Bulgária, Moldova, mint a, mint a törökök. A Isztambul, az isztambuli értelmiség az ugyanolyan európai értelmiség, mint a római értelmiség. Vagy a voltak török asszisztenseim, Európa Parlamentbe. Biztos, hogy nem illik itt elmondani, és például nem egy konzervatív műsorba, de megkérdeztem egy kedves hölgyet, aki nálam dolgozott, hogy van gyerek, azt mondja, hogy ne van egy cicám, az pont elég nekem. Egy ilyen választ szoktak adni, nem tudom, én Hollandiába is. De ez nem pozitív, csak mondom, hogy ugy, ugyanúgy beszélt, mint egy e, nyugat-európai neked ebben teljesen igazad van, de itt jön a nagy különbség az iszlám és a kereszténység között. <kül> az iszlámnak is van azért erőteljesen szekurizált társadalom, és azt nem itt tudja visszafordítani az eljogán. De, de, de ez egészen más, amit te mondtál, hogy a román és a bolgár példa pont ezért más, teljesen. De még a Kínáról valamit mondanék Gábor, és te ellen a igazi vita köztünk ebben a tekintetben. Hát, ha elolvastad a drági jelentést, aki végül is a Eulaszország miniszterelnöke volt, az egyik legszigorúbb pénzügyi szakértő az Európai Unióban, néhány napja jelent meg, mert kimondja, hogy Kína gazdasági fejlődése már régen elhagyta az Európai Unió gazdasági fejlődését. Más dolog, az Egyesült Államok is, tehát után, De azt mondani, hogy Kína föltörekvő ország, hát, hát már holdra törekszik el. Szóval nem. Nem, azt Ennyiben hogy... föltörekül, egyre följebb törekszik. Tehát bár az Európai Unió úgy törekedne fölfele, mint Kína. Ezt fontosnak tartom elmondani, mert a Dagi jelentés arra is jó, hogy hideg zuhany legyen azoknak, akik azt gondolják, hogy hát Európában minden, mi vagyunk a nyugat, minden rendben van. Hát annál is inkább, mert ugye a magyar elnökségnek is az a fő prioritása, hogy újra versenyképessé tegye a, az uniót, és akkor ezért baromi nagy támadásoknak volt alávetve ugye a magyar miniszterelnök, de valójában, amiről a dragi jelentés is beszél, és hát nála ö, európaibat nehéz Igen. találni, az ugyanezt mondja, hogy még Europe great again, Igen. tulajdonképpen ennek a receptjét fogalmazza meg, ami. Teljesen egybeesik azzal, amit Orbán Viktor pár hónappal előbb képviselt. Tehát azt gondolom, hogy ha Törökországra azért visszatérhetünk még egy kicsit. Tehát jelentős török vendégmunkások mentek Németországba a 60-as évektől kezdődően, főleg a 70-es évektől, akiknek egy része hazatért, egy része ott maradt az integrálásuk. Nem történt meg Németországban, mert a németek nem vettek tudomást arról, hogy ezek a vendégmunkások esetleg maradnak, tehát érdemes velük foglalkozni. Részben ez is egy problémája volt Németországnak a török csatlakozással kapcsolatban, és ezért is gáncsolta a 80-as évektől ezt a csatlakozást, mert az a 80-as évektől folyt ez a dolog. Tehát azért ez, ez egy picit, hogy úgy fejezem ki magam, még a rétes tészta elnyúlásához képest is egy eléggé, Hosszú időtáv, és ugye azért azok a törökök, akik egyébként Nyugat-Európában vagy máshol is vannak, azok az Erdogánnak a szavazói minden egyes esetben. Tehát ezt is tudni kell. Na most az Erdogán azt a, azt a trükköt, azt a, azt a mesterművet próbálja megvalósítani, hogy az iszlámnak, a radikális iszlámnak is kifogja a szelet a vitorlájából, és a nyugatosodásnak a, a vadhajtásait is lenyesegesse, és valamiféle török kompromisszumba dolgozza ezeket bele. Szerintem elég sikeres volt ezen a területen. Én például láttam a, az elnöknek a kíséretét, az Erdogán elnöknek a kíséretét, ahol voltak olyan Nők, akik teljesen letakarva és kendőbe voltak, és voltak ekkor ekkora miniszoknyában is, tehát egymás mellett voltak kettő. Nekem meglepő volt, de ott ez teljesen normális. Igen. Így is lehet, úgy is lehet. Szerintem egyébként az Erdogan tisztában van azzal, hogy egy ennyire szekulizált országot, amely egyébként nagyon eltérő, tehát hogy a Boszporusztól nyugatra levő része egészen más fejlettségi szintet mutat, mint a keletre levő részek, és nyilvánvalóan én nem tudom, voltam Adanában, mindenféle helyeken voltam, tehát kisebb ipari városokban is jártam, egyébként az is fantasztikus volt, tehát ott voltam buszgyárban, sok, sok mindent láthattam, tehát e, e, tényleg óriási nagy felévelés volt Törökországban is, de az, az nyilvánvaló... Szerintem Erdogán számára, és egy ennyire szekuláris társadalmat nem lehet visszafordítani. Én inkább egyfajta politikai terméket látok abban, amit ő csinál, nem, nem vitatva el az ő személyes meggyőződését és vallási elkötelezettségét, de akkor is egyfajta politikai termékét is működik a, a dolog. Ugye ott van nekik ez a remek alapítványok, amelyel elsősorban a balkáni térséget próbálják megcélozni, de eh, szinte mindenütt jelen vannak Európában, amelyek eh, részben történik, nem, mi műemlékeknek, török ö, oszmán műemlékeknek a felújítását szolgálja a részben újabb mecseteknek és minereteknek az építését. Tehát ha valaki mondjuk jár Észak-Macedóniában, akkor láthatja azt, hogy gyakorlatilag az kopjétől az okrilítóig mindenhol az utóbbi húsz évben épült mecsetek állnak az út mentén. Ezeket a törökök finanszírozzák. Hasonló dolgokat csinálnak egyébként az Egyesült Arab Emirátusok, Katar és a többi Szaúdi. más térségekben, tehát például Kirgizisztánba és a többi Szaudarábia is, de ezek mögött gazdaság és politikai befolyás szerzés legalább annyira fontos, mint a hitnek a teresztése. Hozzá kell tennem, erre van. Itt is példa, a Romániában ezt csinálták a, a, már a Csehus eszkö idejében, és azóta meg különösen a, 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 a román ortodoxiával, tehát ez, ez ugyanúgy Kiválóan a térfoglalás, a szimbolikus térfoglalásnak egy eszköze, ebből még nem következik az, hogy Erdogán egy olyan országba akar mint amilyen Atatürk előtt volt, ebben én, én százszerűen biztos vagyok. Hát ha van, van dögolizmus, akkor van Atatürkizmus, Igen. és bizony Igen. Erdogán Igen. Atatürkista. És de azért tegyünk fel egy kérdést, mert itt szerintem nagyon sokakban megfogalmazódik. Most ezzel az Európai Unió alól eh, kirúgja a Sámlit Törökország, vagy nem? Már mivel? Azzal, hogy csatlakozik a BRICS-hez. Ja. Nem. Én szerintem nem. Nem. Törökország... Nem, nem is ez a cél? A szerepe egyre jelentősebb lesz, ugye gondoljunk arra, hogy Ukrajna a, a tranzit gáz, illetve tranzitot le fogja állítani, ez a török áramlaton keresztül fog jönni, ez Törökországnak a közvetítő szerepét is felértékeli, meg azt a lehetőséget is, ugye, amit megpróbálnak. Most van Kazaksztánban a német kancellár, vagy tegnap volt, nem tudom. Tehát ugye megpróbálják Azerbajdzsánból, Kazaksztánból és a különböző sztánokból pótolni azt a kiesett energiát, amit Oroszországból nem szabad nekik beszerezniük. Most ezek is valószínűleg, hogy egy részben a török áramlaton keresztül fognak jönni. Tehát az energiaellátás kérdése tekintetében kulcs szerepet fog játszani Törökország, és meg vagyok róla győződve, hogy ez élni is fog ezzel a szerepével. igen. A kérdéset még talán akkor annyit tennék hozzá, hogy ez nem csak Törökországon múlik, az Európai Unió is. Tehát az Európai Unió süketen és vakon kizárólag az amerikai nótája vagy fücsülése ugrál, vagy pedig beismerni, hogy saját önálló geopolitikáját is ki kell alakítani, és akkor mind Törökországgal, mind más BRICS országokkal, se Dél-Afrika, se Brazília, se India nem mondja, hogy nem akarunk Európával, az Európai Unióval együttműködni, csak nem fognak belépni valószínűleg. Tehát azt gondolom, hogy a török eu az most egy jó időre elszállt, és ha már mégis a Mária beszélt a Erdogánnal, hadd mondjam azt azért, Törökországnak az az is szerencséje, hogy a Atatürk párt, tehát a Dzsumhuriet, a szociáldemokrata párt is létezik, majdnem legyőzte az Erdogánékat, és külpolitikailag nagy különbség nincs köztük. Tehát fontos hangsúlyozni, hogy mind a két politikai erő tulajdonképpen a nemzeti függetlenségnek a híve. Az egyik egy álnyalattal nyugatba jártabb, a másik egy álnyalattal talán a keleti országokkal fele politizálódik, de alapvetően azt hiszem, hogy a, a török függetlenség az minden töröknek egy nagy érték. Hogy egy valamit tegyek még ezzel a te kérdésedhez István, az az, hogy hogy én ezt egyáltalán látom, egy komoly problémának ilyen tekintetben, hogy Törökország lépéseket tesz a BRICS felé, már csak azért is, mert a BRICS azért hát semmilyen körülmények között ne keverjük össze azért az Európai Unióval, hmm. tehát azért most nézzük meg Brazília, Dél-Afrika, India, Kína. Tehát most ezekről az országról el tudjuk képzelni belátható időn belül közös jogrendszert például? Közös szégyűlés. De, miért kéne? de, de kell mondom azért, mert az Európai Unióval hasonlítjuk össze. Azért, mert, és az Európai Unió azt például rendelkezik közös jogrendszerrel, közös politikával, stb. Tehát ez nagyon-nagyon távol áll attól a BRICS, hogy olyan típusú szövetséget lássunk benne, vagy olyan gazdaság és politikai erőt, mint amit egyébként Európa jelent, vagy akár Európa és az Egyesült Államoknak de szerintem... az együttműködés, az Atlanti Szövetség. De ez az ereje? Me... Hát... Igen, és megkezdődött az ideológiai gyártás, mert tavasszal előhoztam, amin a Laci föl is húzta magát, hogy Kínában ö, demokrácia fórum volt, és itt nem az a lényeg, hogy most komolyan vehető-e az, az hogy, tényleg vicces. hogy Kínában demokrácia fórum van, hanem az, hogy Kína azt mondja, hogy nem egyfajta demokrácia van, hanem demokráciák vannak. Beszállt a narratívák harcába és azt mondja, hogy mindenki abban a demokráciában él, amit magának kitalált, nem akarunk közös jogrendet, de akarunk gazdasági együttműködést, akarunk kereskedelmet, akarunk jó. adott esetben. együttműködést. de azért ködünk. Ez, ez azért, azt már tegyük világosá, tehát az azért vicces tényleg, amikor Kína erről beszél. Tehát majd Kína beszél. ez egy kicsit megint arra, arra, ilyen amikor beszél, de Ha majd demokrácia lesz Kínában. De, jó, de Kínában tényleg nincs a, bazit, mindre, a demokrácia az, Ez ugyanolyan, mintha az Irán is arról beszél, hogy olyan tombol az iráni demokrácia, és azért Azért ne csináljunk már magunkból bohócot, hogy azt gondoljuk, hogy Kínában, vagy Ir Iránban akár az írmagja is megvan a demokráciának. Nincsenek a szabad választások. De, de nem ez a lényeg, hanem azt mondja az István, hogy ők is elkezdtek egy olyan nyelvet használni, Fontosan. amit a nyugat használ, ők is elkezdték magukról azt a mesét terjeszteni, hogy egyébként ők is ugyanolyanok, mint a másik, ők is demokráciák, egy kicsit másképp csinálják. De ki az a buta, aki ezt elhiszi? De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy létrejött a BRICS, és hogy azok az országok, amelyek között ott a BRICS-nek a tagjai között is sokak ott vannak a sárkány együttműködésben, lépéseket tesznek azért, hogy lebontsák a dollárnak a tartalékvaluta jellegét, és saját nemzetközi szervezeteket hozzanak létre. Ugyanis mi történik ma? Az történik ma, hogy a nyugat egyes országai az uniót kivéve, és egyébként a világ összes országa nemzeti politikát folytat, nacionalista politikát folytat. És a status quo miatt ezek az országok nem akarják föntartani például a szabad kereskedelmet, mert az mindig a legerősebbnek kedvez. És az Egyesült Államok például, amely egy, egy Amerika First politikát folytat, azt mondja, hogy én már nem akarok tovább szabadkereskedelmet, védővámokat vezetek be. Ezt mondja az Európai Unió, hogy védővámokat vezetek be. Tehát a szabadkereskedelmet mostantól kezdve a másik oldal kezdi el hangoztatni. És még egy csomó ilyen dologban. Igen. Tehát csak azt akarja Igen. az István mondani, hogy csak belementek ebbe a játékba, érteni, hogy a feltételeknek a meghatározásában se csak passzívan, Vegyenek részt, hanem azt is akarják. Ezt értem, formálják. de ugye most a demokráciáról kezdtünk el beszélni, azt, az, az tényleg vicces és nevetséges, amikor azok beszélnek erről, ahol föl sem erül a demokrácia. De azt, amit te mondasz, a, hogy mondjam, retorikailag és politikai üzenetekben, ez teljesen világos és érthető. És azt gondolom, hogy egyébként önmagában az nem baj, hogy a Brisztel létrejön. Tehát szerintem az helyes, jó, ha van verseny ilyen értelemben a nemzetközi porondon. És legyen, ha úgy tetszik, a nyugat számára is kihívás, hogy ne legyen ez egy állandó státuszkú, hogy örökké, ami mindig, a, bár ugye ez változatlan az amerikai Egyesült Államok a világ vezető gazdasági, katonai, politikai hatalma, de ez ne legyen egy állandó helyzet, tehát legyen versenyhelyzet. Ez idáig rendben van. De hogy a dollárhoz még van, amit hozzátegyek, ha már Törökországról kezdtünk beszélni, bár ti jobban ismeritek Törökországot, mint én, mert én csak így átutazóban voltam ott, tehát tartósan nem, nem ismerem Törökországot, de török barátaim nekem azért rendszeresen mondják, amikor beszélgetek velük, és kérdezem tőlük, hogy hogy lehet egy olyan ország, van élni, ahol tartósan, hosszú, hosszú ideje, ugye 60-70-80 százalékos infláció van. Tehát az, ugye az egy katasztrofális eset, miközben a török gazdaság megy előre, de hát ez nyilván saját példánkból tudjuk, hogy milyen volt ez Magyarországon az elmúlt években a magas infláció. Hát, Tehát azért az az ez egy lélekron. Nem, így van, de milyen, mennyire lélekromboló az. A 30 Tehát... az még a 90-es években szóval, Így van. A szóval, be. Ne, ne, be. Akkor volt 30. Azt én mondom, akkor, akkor 30. volt 30. Hát, most, most, meg, volt 21. Na hát nem volt olyan óriási különbség. Na mindegy. szóval egyik se jó. De a 80 százalék, ami Törökországban van, azt el tudjuk képzelni, mennyire problémás. És azt mondják nekem, mert hogy közben a török gazdaság tényleg fejlődik, megy de nem arról van szó, hogy összeomlás van, és nem tudom, éhező tömegek tüntetnek, és egyebek. És azt mondják, hogy ja, hát persze, ez ott kell élni Törökországban, mert hogy egyébként minden dollárban számolnak. Tehát a dollár a pénz, hát a török ilyen, az, csak, a az csak formálisan jelenik meg egyáltalán, tehát konkrétan nem, mert minden dollár, na csak ennyit a, a dollár erejéről Törökország kapcsán is, tehát hogy tehát jó, ha van kihívás. Ez azért hívják az a na de per, Oké, természetes, csak mondom, lássuk a realitásokat jelen pillanatban is Törökország esetében. Jó, jó, de arról nem beszéltünk, hogy valójában a törökök, mert arról beszéltünk, hogy hogy miért ilyen fricskaszerű a dolog, ugye, tehát hogy miért nem lesznek az Európai Unió tagjai, Na de az, hogy miért éri meg a törököknek, hogy a BRICS tagjai legyenek, tehát erről még nem beszéltünk szerintem. Tehát azért akár is nézzük, hát van egy hatalmas, ah, te mondtad, hogy van egy hatalmas munkaerő többetük, vagy lehet, hogy Gyula mondta, már nem de. tudom, meg, Gyula mondta, tehát a, van egy rettenetesen bővülő iparuk, ugye, most már elektromos autót is gyártanak, tudjuk jól, hiszen a miniszternek is hoztak ajándékba egyet, amikor itt, jár, itt járt Erdogan, azt nem tudom, de minden esetre, egyébként most megjelent a magyar piacon is ez a kis autójuk, tehát van, jelen, jelen vannak. Na, de a legtöbb terméküket nem engedte be az Unió. Tehát Igen. itt, hogyha elmész bárhova és megnézed, hogy a törőgépiparnak a dolgai uh, és a többi, semmi, csak semmi texti, nincs. Jóformán csak, texti csak a textilipar tegyek el. Haditechnikát, ugye, ezt ne felejtsd Igen, Igen, Gidrán. Igen, gidrán, gondosan, gidrán. Szóval, szóval uh -huh. igazság szerint nekik piac is kell. És, és azért a Brix-ben fognak tudni a jó pár dolgoknak piacot találni. És azért azt kell látni, hogy nem csak politikai lesz több pólusú a világ, hanem kialakulnak nagy gazdasági egységek. Tehát az egy gazdasági egységből több nagy gazdasági egység alakul ki. És ahogy ö, Mária is mondta, hogy tulajdonképpen a globalizációt furcsa ezzel a szankciókkal, szankciós politikával a globalizáció eddigi haszonélvezői Egyesült Államok is kezdik leépíteni, ami a mások nem úgy reagálnak, hogy megpróbálják kivédeni az amerikai szankciókat, hanem csinálnak maguknak ilyen nagy gazdasági egységeket. És ha visszagondolunk valaha, tulajdonképpen Kínának a nehéz visszaszámolni 500 évet, de valaha Kínának sokkal nagyobb volt a ajánlja a világkereskedelemből, mint, mint jelenleg. Tehát, inkább visszafejlődik, az Amerikán kívüli világ kezdi visszaszedni a. Maga és hogy mennyire igaza van a Gyulának abban, amit mond, hát ne felejtsük el, hogy a törökországokban Törökország egy nagyon fontos szerepet Igen. játszik. Az megint egy több mint 200 milliós piac. És ezek egyre sok ö, évente többször találkoznak, és összehangolják a, a gazdasági és politikai akcióikat, aminek szintén nagy jelentősége van, és biztos vagy benne, hogy az összes türkország be fog lépni a BRICS-be. Lépjünk egy majdnem szomszédos országba, Ukrajna, Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, győzelmi tervel közeledne a háború végéhez, győzelmi tervel hangsúlyozom. A tervet először Joe Bidennek és a közelgő amerikai előlt, elnök választás jelöltjeinek, tehát Kamala Harrisnek és Donald Trumpnak szeretné egyszerre bemutatni, de hogyan jöhet létre az igazságos béke egy győzelmi tervel? Létezik -e egyet. Szóval lehet, hogy az Erenszki így gondolja. A frontokon nem ez a helyzet. Az oroszok ö, olyan győzelmi előre nyomulásban vannak, ami azt is jelentheti, hogy még a télbe állta előtt a, az ukránok kénytelenek lesznek megadni magukat. Nem is ez az, ami amiről most beszélni szeretnék, hanem azt szeretném mondani, hogy eddig engem mindig kritizáltak, mert mindig a, elfogadtam az oroszoknak azt a terminológiát, hogy különleges művelet. Hát most ennek vége, mert hadi állapot beáll, beálltáról beszél Putyin elnök, és azt mondja, hogy amennyiben a hosszú ö, ö, ezekkel a nagyhatótávolságú rakétákkal fogják lőni az oroszországi ö, célpontokat, akkor ez azt jelenti, hogy beáll a hadi állapot Oroszország és a NATO között. És ezt azzal indokolja, hogy csak az amerikai szatelliteken keresztül lehet ezeknek a rakétáknak a célzását beállítani, ezeknek a személyzete csak NATO országokból jöhet, mert az ukránok nem értenek hozzá, és mi, ha ez megtörténik, akkor beáll a hadi állapot, tehát nem különleges műveletek lesznek, hanem hadi állapot lesz. Másfél millió embert hívott be katonának ezeknek jövő év, az év végére, vagy a jövő év legelejére hadrendbe kell állniuk. Tehát a helyzet nagyon-nagyon komoly, és eszkaláció szélére került. Én nem tudom, hogy mi ennek az oka, én nem tudom, hogy, hogy miért nem veszik ezt a dolgot komolyan. Az amerikai Egyesült Államoknak van egy nyilvánvalóan demens elnöke, az alelnök szerintem nem találja meg a térképen Európát, és úgy látszik, hogy azok, akik mellettük vannak, azok is kockáztatnak egy ilyen ö, helyzetet, amit én, én, a reménytelenségből meghozott lépésként értékelem, és veszélyesnek tartom. Hát az elnök vitában is fájó volt az a rész, amit az ukrán-orosz konfliktusról beszéltek eleve nem volt túl sok szó róla, másrészt az eddigi dolgokat szajkozták, semmi előre mutató dolgot nem lehetett ebből az elnök jelölti vitából kivenni, legalábbis Kamala Harris, hogyha elnök lesz, akkor változatlan lesz az Egyesült Államok politikája a háborúval kapcsolatosan én is attól félek, hogy ebből nagyon nagy baj lesz, hogyha ez hát nézd, az érintettek egy millió ember, vagy egy millió embernél több halálos áldozata van már a háborúnak. Biztos, hogy több, mint egy millió ember. A háború ez fenntartásában érdekeltek, pedig keresnek rajta. Na most innentől kezdve... Igen, igen, csak hát azért itt sok más szempont is van, tehát nem, mint hogy keresnek rajta, hát ez, ez engem a legkevésbé érdekel. Erdogára egy pillanatra visszatérve szerintem az, amit ő most is megfogalmazott a békejavaslatában, tehát hogy béketárgyalás kell, és hogyha jól Mégsem azt mondta, hogy 2040-ig legyen tűzszünet. És tárgyalóasztalnál igaz, hogy nem lehet ellenezni egy mindent, de az egy teljesen reális dolog, hogy azt mondani, akkor végigmenni térségenként és népszavazást tartani. Volt erre már példa mi nálunk is első világháború után az itt Szerés volt. Volt, helyen. Egy, volt sajnos kevés helyen, volt egy Soproni évszavazás, de volt másutt is, kisebb településeken is. Tehát, hogy el lehet dönteni azt, hogy te egyébként uh, hova akarsz tartozni. Ez a krím is egy bonyolult dolog, mert a, amit a Gábor szóba hozott az elején a krímmel kapcsolatban, ott egyértelműen a tatárok miatt szólalt csak meg az Erdogán. Igen. Nem azért, mert egyébként Igen. az ukránokkal Igen. egyetértelműen az oroszokkal szembe menne, hanem úgy látta, hogy a krími tatárok jogainak a biztons, biztosítása, az korábban jobban működött ukrán felhatóság alatt, mint orosz felhatóság alatt. Aki két és fél millió ember, vagy nem tudom mennyi, körülbelül ennyi lakik Krímbe, abból 300 ezer, körülbelül a tatár. T -t -t. És az a, a nagyobb része, a 70%-a meg orosz. Tehát azért ezt meg nem szabad elfelejteni, hogy Krímben, akár tetszik, akár nem, többségében oroszok laknak, és természetesen az ukránok is e, oroszul beszélnek, és ennek a kultúrás közegnek a részei. Ez egy másik probléma, hogy Putyin alatt az mint a régi szovjet birodalomban volt, hogy bizonyos kisebb népek a önrendelkezésükkel nem tudnak élni. Tehát ez egy, szerintem egy hibája a putyini hatalomgyakorlásnak, de hát... Ukrajnában sem nagyon tudtak élni. Ukrajnában sem egyébként. Ez, is igaz. azt hiszem egyébként, hogyha tényleg őszintén mondom, teljes őszintessége, hogyha Zelenszky jót akarna a népének, akkor már igen-igen békét kötött volna. Éppen most hallottuk, olvastuk, Legalábbis vegyverszünetet. hogy legalább egy millió ukrán nyugaton már kijelentette, vissza akarja az állampolgárságát. Olaszországban legalább 5 millió ukrán ment el. Minden nap pusztul az az ország arra, hogy győzelmet ajasson és elfoglalja Moszkvát, vagy Kremletet. Hát elnézést, de a Hitlernek se sikerült, hát akkor az Zelenszkinek. Sőt, Napolónak. Napolónak se sikerült. Hogy, ez valami tényleg borzasztó látni, ami ott történik és még borzasztóbb látni azt, hogy az Európai Unió vezetői, amelyek mindig a békéről beszélnek, hogy megegyezést, hogy tolerancia, hogy kössünk kompromisszumokat, ehhez képest szinte uszítják, tolják bele a háborúba ezt a szerencsétlen ukrán államot, és már ez az első eset, talán valami, mert nem értünk egyet. Én még úgy érzem, hogy még a Biden az, aki, aki próbálja valamelyest visszafogni ezt az egész rakétaügyletet, már azt mondta, hogy demens a Biden, és de, szerintem ebbe De annyira nem demens mégis, hogy érzi, hogy, hogy, ő tudja nagyobb, hogy mi egy atomháborúnak a de lehet, hogy csak optimista vagyok, és lehet, Ez legyek? nem, majd eldől. Eldő. tehát én úgy érzem, de hogy még mindig, és akkor egyetlen egy példát hagy mondjak tényleg, a, mindig ez a kedvenc téma, Eisenhower tábornok vitte végig az egész második világába, a nyugati oldalon, több százezer ember halt meg alatt a katona, és amikor amerikai elnök jelölt lett, és megnyerte a választást, azonnal véget vetett a koreai háborúnak. Még elnök, tehát meg, meg, megválasztott, de még nem hivatalban levő elnökként elment, megcsinálta a békét, mert tudta, hogy ugyan, ami utána jön, de még mindig kevésbé szörnyű, mint ha még több millió ember meghal. És azóta tulajdonképpen béke van, és említettük Ciprus. Tehát az ott sincs béke, de 70 év óta nem tűzszünet így van. Így van. Le, le, van lenne hát itt az. is tűzszünet, igen. vagy 70 évig segítene rajta. Ciprusban se igen. az embereket, igen. E, hanem egymás mellett élnek úgy, ahogy. Tehát azt hiszem minden jobb, mint kiirtani egymást. Mind, ezt kéne látni. De akkor ezt tegyük hozzá megint ugye szokás szerint. Hogy az, az oroszok kezdték a háborút, tudjuk Gábor. Igen, de pont pontosan. Azt nem meri még egyszer mondani. Pont, de Dehogy még, még dehogy nem abszolút el fogom mondani, már csak azért is, mert ugye amikor itt elmondjátok és, és igazatok van természetesen, hogy fontos lenne, jó lenne, ha nem ölnék egymást az embereket, hát evidens, hogy ez minden normális embernek ez kell, hogy, hogy nem a célkitűzése legyen, de azért ne felejtjük el, hogy ez ne, de nem csak úgy magától keletkezett ez a valami, hanem a, úgy, hogy az oroszok rátámadtak Ukrajnára. És de ha hogyha hogyha na azt nézzük, hogy, hogy hol ke, hogy keletkezett, attól még nem fogunk nem a végéhez persze, közelebb persze, kerülni. Persze, csak hogyha amikor, ugye azt is elmondjuk mindig rituálisan, hogy és akkor a, és a nyugatiak, és nem csinálnak, és csak nézik meg, hogy még biztatják is őket, akkor meg ha tegyük hozzá, kénytelenek vagyunk hozzáállítani, hogy persze, mert hogy mit csináljanak, amikor Oroszország <coughs> azzal, amikor rárontott Ukrajnára, felrúgta a nemzetközi jogot, felrúgta a de nemzetközi szerződéseket. Ha, ha ezeket egyszerűen Nem. egy kézlegyintéssel elintézzük, és azt mondjuk, hogy lehet, ez teljesen normális, ez van. helyes Mivel dolog -e? ez helyes dolog a Mi világban. És úgy a, jó, úgy a jó, hogyha úgy működik a világ, hogyha kötünk szerződéseket, meg van nemzetközi jog azt nyugodtan az erősebb figyelmen kívül hagyhatja, akkor baj van, mert az egész világ nem működik. Tehát az ukrán problémának ez a veleje, az az igazság. Ah. És egyébként meg azt gondolom, hogy sajnos visszakanyarodva ugye arra, amit kérdeztél meg, amit ti is mondtatok, hogy egyelőre a dolog úgy néz ki, hogy én azért nem vagyok ennyire pessimista, mint ti, mert én nagyon bízom benne, hogy egyszer vége lesz ennek a történetnek, és közelítünk most már nagyon a végéhez, mert valahogy a fronton fog eldőlni. És ugye Mari kezdte azzal, hogy ugye az oroszoknak most vannak harci sikerei, persze ebbe is legyünk óvatosak, mert mit tudom, mikor volt másfél hónap ezelőtt a Kurszki művelet, a ukránok részei váratlan támadás Oroszország most is zajlik, és még mindig benn Így van, tehát ez egy váratlan katonai akció, tehát nem tudjuk, hogy az Elenszki, amikor erről beszél, hogy most ez van, vagy nincs, vagy csak mondott egy nagyot, és semmi nincs mögötte, vagy tényleg van valami, amit ők ki akarnak találni, tehát elég bizonytalan ez a fronthelyzet, de a, a tényleges szituáció az, az, hogy az oroszok pozíciókat nyernek. Tehát szerintem sajnos az kell, hogy kimondjuk mondjuk -e ennek az egész történetnek, akkor lesz nagy eséllyel vége, ha valamelyik fél komoly katonai pozíciókat nyer. És azt gondolja, hogy olyan helyzetben van, hogy tulajdonképpen diktálhat a másik. Igen, nem, de Itt most már, már kép... a leköszönő NATO főtitkár is azt mondja, aki eddig nem ezt mondta, hogy az oroszok nélkül nem lehet fegyverszünetet Igen. és békét kötni. Le kell ülni, Olaf Scholz is azt mondja, hogy az Igen. oroszok nélkül a nem lehet. A német belpolitika éppen, Tehát az, hogy a, a nincs igazad Gábor, azt nem más nem más igazolja, mint a német belpolitikai fordulat. Tehát abban a pillanatban, hogy Türingiában, Szászországban pocsékul szerepel a, a pártja Sorsznak, és abban a pillanatban, hogy rettegnek már a 28-ai következő választásról, és Ez egyébként fel. már most mindenki azzal számol, hogy a jövő évi választáson, mint országos választáson, tehát a szövetségi választáson a jelenlegi kormány az nem fog tudni a helyén maradni, hanem minden bizonyal egy... egy a uh, CDU által irányított kormány fog uh, helyet foglalni a német uh, parlamentben, illetve a kormányrudnál. Tehát, hogy egyszerűen változtatnak. Hát ebben De Laci, ab... ne, vagy... ebbe, ne haragudj, csak egy rövid válasz hogy azért, ugye te mondtad az elnök vitát, hogy neked milyen szomorú volt látván azt, hogy mennyire mellékkérdés ebben az, az egész... egész elnök vitát a... az igen, találtam, de, meg, meg az, az ukrán orosz konfliktus mennyire mellékkérdés. és az az igazság, hogy Németországban, amiről beszélsz, abban is ez egy kérdés, de mellékkérdés, mert ott a lényeges kérdés a migráció kérdése, az a helyzet. Azért változik a német politika. Nem, nem az mind a, kérdés kérdés a bónál, kérdés, az nem a lényeges kérdés. Az is számít, nem akarom lebecsülni, de nem az a fő kérdés. De, de az, nem az, is az, is a az a második kérdés. fő kérdés. Az első kérdés a migráció, a második a háború. Én, én még pont igazat akartam neked, de mármikor elvettem. Tessék, bocsáss meg. Akkor nézd, és nekem igazat. Részben, tehát valóban úgy kezdődött Valóban az egyik kezdete ennek a, az volt, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, a másik kezdete az volt, amit minden, amerikai, nem amit minden amerikai szakértő elismer, hogy tulajdonképpen a Putyinék legalább 20 éve mondják, hogy Ukrajna nem lehet a NATO tagja, és a NATO vezetői ezt egyszerűen nem vették, illetve a NATO vezetői közül többen tudomásul vették, a franciák és a németek, és az amerikai külpolitika nyomta, nyomta, nyomta Ukrajna NATO tagságát, ennek igazából nincs is olyan nagyon értelme, ma látjuk, hogy mennyien nincs értelme, és szerintem amíg a, nem a terület lesz a legfontosabb, hanem hogyha Ukrán vezetés lemond a NATO tagság igényeiről, akkor valószínűleg a területi megosztást, a tűzszünet utáni területi megoldást is egyszerűbb lesz megtenni, mint ha állandóan újból és újból emlegetik ezt a nato -tagságot. Hát sőt, egyáltalán nem akarnak ebből visszajönni. Nekünk mi érdekünk, hogy nato legyen, hát, most, a, én, most én ezt, egy interjút, én azt másként az... látom, Gyula. Jó, de én most néztem egy, egy, interjút az apple meg mások is megszólaltak benne, ott ugye azt hangzik el, már nem tudom, ki mondta amerikai részről, de azt hangzik el benne, hogyha még esetlegesen úgy is zárulna az egész konfliktus, hogy Oroszország területi igényeiből valami érvényesül, tehát elcsatolnak Ukrajnától területeket, a nato akkor is van keresgélni, valójában Ukrajnában. Tehát, hogy nem akarnak erről a, a vágányról hát, lejönni, ilyen, és, na, és önmagában ilyen. azt sem akarják beismerni, hogy a konfliktus kialakulásában ennek nagyon nagy Olyan. szerepe van. Na jó, de azért megint ne csapjuk be magunkat ebben a történetben, szóval az a helyzet, hogy hogy azért... Ne. Ne, föl sem erült az, tehát nem, nem az volt a kérdés, hogy most Ukrajna be fog lépni a NATO-ba. Ugye 2007-ben Bukarestben, amikor, amikor 2008-ban Bukarestben, ugye amikor azt mondták, majd valamikor egyszer ugye ez fölmerült a jövőbe, egy, semmi nem történt ebbe az ügybe, kettő, az ukrán társadalomban nem volt tár, tá, támogatottság az egész nato tagságra az Európai Uniósnak igen, azért robbant ki az egész konfliktus, a belpolitikai konfliktus is Ukrajnában, meg az egész konfliktus részben emiatt eszkalálódott, mert igen, ők az Unióval akarták szorosan fűzni a kapcsolatot a NATO-val nem. És a NATO is pontosan tudta, hogy ezt egy kell egy apróságot tenni, ennyit, hogy majd valamikor elő el lehet gondolkodni, hogy majd a NATO-hoz is közelít Ukrajna, de senki nem akarta, hogy bekerüljön a, a NATO-ba, illetve volt, aki akarta, mert megjegyzem, Orbán Viktor akkor levelet írt, és sürgette, hogy minél gyorsabban a nato vegyék fel Ukrajnát. Szóval az a helyzet, és, és, én nem hibáztatom ezért a Viktort, mert az egy más korszak volt, és akkor úgy látszik, ugye ő ezt így gondolta. Szóval az egy más időszak volt, de nem igaz az az állítás, hogy itt arról volt szó, hogy már Ukrajna azonnal ott volt a NATO kapujában, és hiphop hop volna az Észak-Atlanti Szövetségbe. Hát... Ez egy önbecsapás, az az igazság. Az oroszok nem ezért támadták meg hanem Ukrajnát. Hanem miért? Hanem azért támadták meg, mert soha nem tudták tudomásul venni, amit a Putyin is elmondott. Nem volt a tudomásul venni, hogy elveszítették Közép-Európát, és Ukrajna ebből nekik egy nagyon Szerinted fájó kérdés volt. Baromira könnyen tudomásul vették, hogy elvesztették Közép-Európát. Nem, nem akarnak. Hát a Putyin azt mondta, hogy hiba volt ezeknek az önállóságot nem, nem. nem. Putin az, nem a mondott. a, Szovjetunió felbomlásával kapcsolatban mondta. Mondta, mondta, azt, ez azt, az valóban... egy geopolitikai tragédia, mert 20 millió orosz került idegen országokba. Ez, ez egy van. tök más jelentés. És még egyet mondott, meg amikor van. megkérdezték tőle, hogy mi az, amit egyébként, hogyha lehetne visszacsinálni, akkor a Szovjetunió felbomlását mondta. Ezt, ezt így tény is valahogy mondta. de nem közép -Európa. Így van, szó nem volt, így van. csinálja vissza Putyin a Szovjetunió felbomlását. Nem tudja visszacsinálni. De... Csak a saját hatalmi okay, szempontjából erre, azt egy veszteségnek értem el, mert ez egy abszurditás. Bocsánat kérek, de most akkor még egyszer visszatérve. Nem gáz, hogy arról beszélgetünk, hogy, hogy ezelőtt de. mi történt miközben. A fronton ebben a pillanatban is. Igen, Orosz, de, ukrán, de, és egyéb de, eh, fiatalok, meg idősek halnak meg. De, 60 éves embereket soroznak be, kalasnyikóval lövöldöznek a, 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 a toborzókra. Tehát egyre de, durvább lesz a helyzet. Okay, tehát de, Minél de, keményebb de, lesz a helyzet, de, annál de, rosszabb de, Európának most, most Elmondhatjuk más helyen is, tehát mondjuk Izraelbe is elmondhatnánk minden alkalommal, hogy de jó lenne már, ha befejeznék az, az agánz dolgot Izrael-Magyar közös határ, ha lesz, akkor szerintem nagyon sokan fognak neki örülni, de Ukrán-Magyar közös határ okay, de, van. De érted, de érted, ezek nem így működnek, csak ezt próbáltam mondani. Tehát Izraelnek is el kell érni valami katonai eredmény. Nem tudja addig befejezni ezt a dolgot, ez egy abszurditás lenne rajta számon kérni. Ahogy itt is ezt próbáltam elmondani, hogy nem fog az egész, nem fog lezárulni. Volt... A fronton valami döntő változás nem történik. Ez a helyzet. De, de, de Kettő ha, perc van, de és ha... hogyha az a döntő változás az oroszoknak, kell. Kedvez a de, akkor ez lesz. De akkor a, ez lesz. De ha az ukránok úgy érzik, Kettő mint ahogy az Elenszki hát. úgy érzi, hogy most már győzelem kapujába állnak, akkor miért könyörög minden áldott nap új fegyverekért, és miért könyörög ezekért a rakétákért, hogy ezekkel lője az olasz uh, célforgalomot? Sajnos az a legnagyobb bejegy, bele akarja rángatni a nato ebbe a háborúban. Nagyon régóta, Na de nyilván, minden Mert tudja, hogy egyedül nem tudja megnyerni a hát háborút. Akkor ez akarja a NATO-t, és nekünk minden, szerintem minden józan embernek az a feladata, hogy a nyugat, a NATO kimaradjon az oroszország elleni háborúból. Még szerencsére a NATO is így gondolja, úgyhogy... Igen, a... Hát azért nem... a NATO-ba sem mondtam, mindenki a Biden gondolja se... így Biden se... na de a NATO főtitkár is így gondolja, igen, hála hát. Istennek. De aki azért ezerszer vannak egy pár a nato akik nem így gondolják. Drága Mária, hát oké, de az hála Istennek az a, hogy mondjam, az enyhén szó a szűk kisebbség, mert ezt leginkább a lengyelek meg a baltiak gondolják, hát aztán slussz. Semmi köze van a politikában, hogy valami hisztélye folytán eljön. Éppen ezért, oké, hát, mivel, mivel egyre idegesebb és egyre remegősebb kezek vannak azok fölött, a bizonyos piros gombok fölött, nem kellene most már tényleg elgondolkodni az, hogy legalább egy fegyverszüneti tárgyalás Igen. elkezdődjön? Tehát most, attól, hogy most, most már, közbejárt, már... A kína, közbejárt Kína, közbejárt India, közbejárt Törökország, közbejártunk mi is. Hát a Brixországok egyébként figyelhet. Igen. De Igen. Van, erre mi? mondom, hogy higgyétek hogy nem, amíg a fronton nincs döntő változás, ezek nem szoknak nem, 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 amíg Amerikában nem lesz döntő változás. Amerika fogja kimondani hát az egy más dolog, az egy más dolog, hogy kérdése ott lesz Ez a végszó amerika fogja kimondani a döntőszót. Kérdés, hogy egy hölgy szájából hangzik el, vagy pedig egy úr szájából? Köszönöm, hát hogy eljöttétek. <laughs> <laughs> Önök pedig az Ez itt a kérdés látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaplikhu és a Youtube-on is meghallgathatnak minket a Spotify-on. Mitől válik egy film klasszikussá? Hát ennek járunk utána a holnapi Ez itt a kérdésben. Tartsanak velünk, akkor is én kollégáim nevében is köszönöm mai rendkívül megtisztelő figyelmüket, visszatártásra!